Szeretnék a garibaldi lóba, szalagy kislány húzzál neki vizet, garibaldi a csatába siet. 1862-ben elment garibaldi egy nagy hegyre, onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a magyar huszárok. Ráról, áron lézágyúja fel van virágozva. Indulnak már a tűzérek messze a határba. Édes rózsám a hazáért, el kell válnom tőle. Véres a föld, magyar huszár, vére folyik rajta. Csak még egyszer gondolj vissza, szép magyar hazámra. Anyám, te jó lélek, találkozom elég vélet, holnap után messze földre, hosszú útra kélet. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak megbúválnak, Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna. Éljen, éljen a nemzet! Gyere, hajtás katonának, téged tesznek kapitánynak, pár esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet! Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos író deák, nem kell néki gyertyavirág, megírja ő a levelet a ragyó csillag mellett. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Százados úr sejhaj, százados úr, ha felül a lovára. Visszatekint sejhaj, visszatekint az elfáradt bakára. Ugye, fiú, szép élet a katona élet, csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Diófából sejhaj, diófából nem csinálnak koporsót. A bakának sejhaj, a bakának nem írnak búcsúztatót. Álljunk, hogy jó lesz a maga búcsúztatója. Barna kislán sejhaj, barna kislán lesz a mesiratója. Fölvitézek a csatára, a szent szabadság vonalára. Édes hazánkért hősi vérünk, mondjuk, uratjuk, nagy bátran míg élünk. Föl-föl látjátok lobogómat, indulj utánam,
klapka győd a fővezére, büszkén kiáll a csatatérre, hajrá huszárok utána belőle. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy örömömben szolgál, illetve a képviselőtestület nagy örömére szolgál az, hogy több pályamból érkezett a mi felhívásunkra. Én kihirdetném a beszédíró verseny győztesét, az Pekó Laura Bogláka. És természetesen a másik három hölgynek is szeretnék átadni egy-egy oklevelet és könyvutalmányt. Elsőként Pető Boglárkának. Majd Störnap Sugár Szilviát kérném. És végül pedig Sándor Violát. És megkérném a beszédíró verseny győztesét, hogy olvassa fel a nyertes beszédét. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő közönség! Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengelén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát, nagy tetteiddel bajnok nemzetem. Petőfi Sándor 1847. februárjában vetette papírra ezeket a sorokat. Alig több mint egy évvel később, 1848. márciusában a nemzet egy újabb egekben nyúló kősziklát emelt. Azóta mi magyarok éljünk bárhol is a világban, minden év március 15-én összegyülekezünk, hogy a költő szavaival élve áttekintsünk a múltnak tengerén, és szemünkkel azt a bizonyos kősziklát keressük. Nemzeti színű kokárdákat tűzünk szívünk fölé, gyermekeink kezébe apró zászlócskákat adunk, és megpróbáljuk megfejteni a titkot. 1848 kősziklájának titkát. Így lesz közös az emlékezetünkben 1848. Kinek a forradalom, kinek inkább a szabadságharc ünnepe. Kinek a lángák Petőfi, kinek arany, vagy éppen jókai. Egyeseknek a mérsékeltebb Széchenyi, míg másoknak a harcos Kossuth. Valakinek a nemzeti dal, míg másnak a 12 pont. Kinek a győzedelmes fákhoz, és kinek arad a 13 véltanú vérző sebeivel. Számomra 1848 márciusa a reményt, az új utakat kereső bátor közösség alkotó erejének kiteljesítését jelenti. A forradalom és szabadságharc eseményei alig másfél éve telelnek fel. De a 48-as bátrak nagy utakat jártak be addig, míg arra a bizonyos égben magasodó kősziklának a csúcsára kitűzték a szabadság dobogóját. Amikor egy nemzet az idegen hatalom befolyása ellen nem karddal és vérrel akart megküzdeni, hanem az ország és a lelkek felemelésével. Mert hogyan is kezdődik az a nevezetes 12 pont? Nem az első ponton. A papírlap tetejére forradalmáraink még a legutolsó pillanatban is azt nyomtatták, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés. Azokat a szavakat, amelyekből a 48-as megelőző évtizedekben egy új Magyarország sorjadt. Egy európai ország, amely ezt ki legjobb tudása szerint adta, azt adta, amilyen volt. Tanulunk el őseinktől mind elszántságot és mind elhivatottságot. Tanulunk el a múlt buktatóiból. Meggyőződésem, hogy érdemes ítélni. Jó a történelmi hőségre visszaemlékezni, és jó magának lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Figyeljetek! Most olvastam Irény József folyamatbányát. Meghallgatjátok? Halljon! Egész Európa mozog. Egy gondolat járt át Európát. A fennálló állapot nem maradhat így tovább. Nincs idő a hosszas tanácskozásra, a halogatásra. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet már nem elégszik meg egyes engedményekkel. Sokáig sínlődtünk a nyomorban, a mellőztetés, a nélkülözés és szűkölködés volt a sorsunk. Úgy van, tenni kell. Képzeljétek, Petőfi egy verset írt a zsarnokság ellen. Halljuk! Nem érünk rá várakozni. Szakorán, ma jókorban, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmetet kínálta. Úgy van. Tegnap láttam berontani egyik jót a pillanatba.
Hallottam, amikor elmondta, hogy ő a pozsonyi újság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom, mert Terniket elkergették. A bécsiek előnbe vágtak? Itt állt az alkalom, hogy szorítóba kerüljön a császár, hogy hívjük szabadságunkat. Nézzétek, jönnek Petőfiék! A népek újjászületésének meg kell történnie. Követeljük örveinket, melyeket tőlük eddig elmondtam. Követeljük! Halljátok? Az emberek a kiáltványt hasonlják. Kívánjuk a sajtószabadságát! Erős néztélem a kastán! És évenkénti országgyűlést! Törvény alatti egyenlőséget! És nemzeti hadsereget! Összeviselést! Az útbéli viszonyok megszüntetését! Esküdtszéket képviselet alapján! És nemzeti bankot! A katonaság az alkotmányra esküdjék meg! A magyar katonákat ne vigyék ki külföldre, a külföldeket vigyék el tőlünk! Bocsássák szabad a politikai foglyokat! Legyen Unió Erdély és Magyarország között! Írtam egy verset a napra! Halljuk! Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most! Vagy soha? Rabok legyünk? Vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Éljen a szabadság! Éljen az egyenlőség! Éljen Petőfi! Hallgassuk, vasvárjuk! Most menjünk az egyetemhez! Oda, ahol az ifjú tűz van! Először az orvosokhoz, majd a mérnökökhoz és a jogászokhoz! Előre! Menjünk! Gyertetek, jöttünk, ifjú barátaim! Jöjjetek velünk kihívni a szabadságot! Üdvözlöm Önöket! Vidács János vagyok, az egyetem ifjúság vezetője. A professzorok megtiltották a résztvevést kicsapási büntetés mellett. Ne törődjetek vele! Ne érdekeljen benneteket! Jókai megfogalmazta, mit kíván a magyar nemzet. Legyen egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadság, szabadság, mert rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A szilárdság és a bátorság a férfinak legszebb erénye. Gyáva lélek az, ki a dicső harc elő hátrálni merészel. Életünk a hazáért! Esküszöm a szabadság istenére, hogy addig nem fogok nyugodni, míg a zsarnokság fenét ki nem írtottuk. Esküszünk! Esküszünk! Most egy bizottság bemegy a műhelybe, és kinyomtatja a programot. Mindjárt visszatérünk az eredménnyel, addig legyetek itt békével. Legyenek a küldöttek Jókai, Petőfi, Vasvári, Irinyi és Vidát. Helyes! Menjenek! Foglaljuk le a sajtókat, de a rendet ne tévesszük szem alatt.
Zuhog az eső, ez jó jel. Pácsban és vízben is esett, amikor a nép a jogait követelte. Legyen beborulva a miénk is, és csak akkor tiszteljön ki a láthatár, amikor a nemzeti jogainkat kivívtuk. Landere! Kívánja a kényszerítés nélkül kiadni a 12 pontot és Petőfi versét? Mit akarnak? Nincs rajta az engedélyezés. Ezt a gépet a nép nevében lefoglalom. E pillanattól fogva a korlátok, melyeket a nép és a sajtó közé emeltek, többé nem léteznek. Tudják-e, uraim, milyen nagy felelősséget vállaltok önök magukra? Igen, uram, meggondoltuk. Hát legyen. Ha szilárd akarok, már kódolni fogok. Hol a tömeg akar, ott az egyesnek engedni kell. Íme a szabadsajtó legelső szülötte! Szabad a sajtó! Igen! Ma született a magyar szabadság, mert felhőtte a sajtóról a bilincs. Igen! Szép vagy te új szülött, mert nem kijöttél vérben. Uraim! Szentehely! Itt kezdte a magyar sajtó első működését. És amott van a magyar sajtónak egyik nevezetes bajnoka. Éjjel Kossuth! Uraim! Most húzzák a lélekharangot! Mikor eltemetjük a cenzúrát, kívánunk néki örök nyugodalmat! Az igazság és a testvériség levegője erősítsen, és adjon bátorságot dacolni minden veszéllyel, mely hazánkat, szabadságunkat fenyegetné. Éljen Irigy József! Most oszoljatok szét! Délután 3 órakor gyülekezzetek a múzeum udvarára. Most indul rohamra Európa minden elnyomott népe, leigázott nemzete. Kossuth a pozsonyi országgyűlésen kiáltotta. Veszem az örökény uralom! Veszem! Veszem! Most kell megragadni az alkalmat. Most szétvethetjük a békjókat, amelyeket Bécs rakott a nemzet testére. Tegnap előtt Bécsben is kitört a forradalom. A király palota előtt követelte a nép. Veszem a terdik, veszem a zsarnok! És most nálunk is megszólalt a nép szava. Le az árnyékkel, uraim! Mert aki a kabátját félti, az félti az életét is. Aki a ruháját félti, az félti a bőrét is. Hogy mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Szabadság, egyenlőség, testvériség! Fényesebb balansznál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Tartsátok tiszteletben a napot, mely a népszava először megszólalt. Március 15-e van. Írjátok fel szívetekbe, és soha el ne felejtsétek! Menjünk Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Budára! Budára! A nemzeti színházban a bánkbánt adják. Vegyünk részt az előadáson. Thank you.
És porontjainkat kell befogni, ha eszni, éhen nem kívánkozunk. Ők játszanak, zabálnak szüntelen. Kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük el a hulladékot is. Szép földjeinkből vadászni derkeket csinálnak, ahová nekünk belépni nem szabad. S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény himlős gyermek megkívánvá lesújtunk egy rossz galambfiat, tüstén kikötnek, és aki 100, meg 100 000 rabol, bírálja lészen annak, akit a szükség garas rabolni kényszerített. Halljuk az újabb eseményeket. Mi történt a Városházán és Budán? Bemutattuk a 12 pontot. Semmi kifogást nem tettek. A polgármester aláírta, a Városháza ablakából pedig bemutatták a sokaságot. Óriási volt a lelkesedés. A helyi tartó tanácsot felszólítottuk, hogy a sajtó felszabadulását azonnal mondja ki, és a cenzorokat mozdítsa el. Ellenvetés nélkül megtették. Táncsics Mihály államfogó azonnali szabadon bocsátását kértünk. Kiadták a rendeletet, hogy a börtön ajtajai üljanak meg. A nagyméltóságú helytartó tanács sápatvala és reszketni méltóságot. 5 percnyi tanácskozás után végül mindenbe beleegyezett. A két fejű sasok lekerültek. Helyükbe a nemzeti címer került. A fekete sárga zászlók helyébe a három színű. Nézzétek! Most hozzák több ezer ember kíséretében díszmenettel Budáról Táncsicsot! Éljen Táncsics! A nép embere! Éljen a szabadság! Nem érdemeltem én ezt, szegény parasztember, hisz nekem igencsak éjjeldalom van. A forradalom meglévni mérítva, mint azt keresztül kell tűzeli, amit a forradalmi elve követelnek. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Oly sokáig vártunk rád a fedbe. Annyi ilyen által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk égen földön téged. Egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy az örök, a többi, mint bálvány, mely leroskad egy ideig állvány. Te vagy, ami törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted milliom, s milliom fákja, meggyújt szíveink lobogó rángja. Dicsőség a népnek, mely jogait egy cseppvér elfolyása nélkül ki tudta vinni. Mit más népek karddal vittak ki maguknak, azt a nép puszta kézzel, csupán szent lelkesedéssel tette magáévá. A mi győzelmünk nem volt az erőszak győzelme, hanem a jobbnak fényes diadala. Emléketekbe fogok hívni írásaimban nagy tetteinket, hogy gyermeketeknek elmondhassátok, és őket föllelkesíthessétek, hogy hasonló viszonyok közt hasonlóképpen cselekedjenek. Hazának lendületlenül, légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdnem sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Álljon, vagy beljen sors keze, itt élned, halnod kell. Ó, szabadságunk, négy hosszú életű a földön, így addig, micsak él egy magyar ember. Ezzel köszöntelek, ez legyen az mitra valód az életben. Én boldogulj! Magyar történet múzsája. Vésőd, sokáigodott. Vedd föl azt, s örök tábládra védd föl ezt a nagy napot. Magyar történet. Vésd ezeket kövedre. Az utóvilág tudtára, s ott tanáljon örökre. Köszönöm!
mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a gyerekeknek ezt a színvonalas műsort. Kérlek nekik még egy tapsot. A megemlékezés koszorúit helyezi el Sajószöget község önkormányzata nevében dr. Gulyás Mihály polgármester úr, dr. Boros István címzetes főjegyző úr. Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében Hajduk Hajnalka intézményvezető, Bacsinszkiné Tanítémia intézményvezető helyettes, Katlanné Jakab Andrea intézményvezető helyettes, Veres Mónika, a diák önkormányzat vezetője. Szegedi alapszervezete nevében Kovács László és Hegyi József. Köszönjük meg tisztelő figyelmet!